Reggel 7 órakor nyitották meg kapuikat a szavazóhelyiségek Zentán. A településen 3 helyen szavaznak, a központ Tópart, a Tiszapart Alvég, valamint a Kertekhelyi közösségben. Reméljük, hogy ezzel lendíteni fogunk a jövő alakulásában. Hát nem tudom, hogy a többiek hogy vannak vele, de bízunk, hogy szebb és jobb lesz a jövőnk. A Kertekhelyi közösségben a szavazást felügyelő bizottságnál elmondták, hogy zökkenőmentes volt a reggeli nyitás. A Kertekhelyi közösség szavazóhelyen a választásra jogosult személyek száma 3177, ebből 11 óráig körülbelül 205 személy szavazott, vagyis a szavazásra jogosult polgárok közel 7%-a. Vasárnap a községhez tartozó falvakban is helyi közösségi választásokat tartanak. A felsőhegyi polgárok bíznak a fiatalabb nemzedékben. Ahogy eddig fejlődött a mi falunk, nem azt mondtam, hogy volt mikor semmink se volt, de nagyon sokat tettek a falu és sok vezetőség. Sokan nem tettek, de most majd a fiatalság majd gondoskodik arról, hogy működjön ez a falu. Felsőhegyen 2, míg a faluhoz tartozó Adahatáron egy helyszínen szavazhattak a polgárok. A felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály általános iskola szavazóhelyiségében délelőtt 11:30-ig 87 polgár járult az urnák elé. Mi nálunk itt azt hiszem 800 személyre van kilátás, amire van kiírva itt papírok. Majd meglássuk a végén, hogy csak. De elég szépen jönnek úgy, hogy nem is gondoltuk, nem vártuk ezt, hogy ennyi eljönnek. A szavazóhelyiségek este 8 órakor zárnak. Elsődleges eredményekre vasárnap késő este, illetve hétfőn lehet számítani.